Para Kriszta vagyok, és az Értéktér projekt három fő szervezőjének egyike. A másik két fő szervező a Tárki részéről, a Tóth István György, aki a civil kezdeményezést életre hívó kutatásnak az indítója, illetve szakmai vezetője. A Felcsúti Péter, aki tulajdonképpen ezt az egész civil kezdeményezést 2009 végétől elkezdte összegrundolni. Én pedig a Carnation nevű cégnek vagyok az egyik vezetője, és mi végezzük tulajdonképpen ennek a kezdeményezésnek a teljes projektkoordinációját és kommunikációját és életben tartását. Úgyhogy remélem, hogy eléggé élethűen és tartalmasan tudom átadni, hogy miről szólt ez a kezdeményezés az elmúlt, most már lassan másfél évben. A 2009 novemberében volt ennek a Tárki kutatásnak egy úgynevezett ilyen társadalmi vitája nagyon sok szakembernek a bevonásával a Magyar Tudományos Akadémián, illetve ezután ez a kutatás elég sok sajtóorgánumban szerepet kapott, de páran úgy érezték, hogy nem biztos, hogy ezek a kutatásban megtalált társadalmi problémák, értékellentétek megfelelő hangsúlyt kapnak, illetve megfelelő mélyen jutnak el a társadalom szélesebb rétegei számára, és ezáltal az ezzel kapcsolatos változásokon nem biztos, hogy azok az emberek kezdenek el gondolkodni, akiknek igazán kellene, és létrehoztunk egy ilyen kezdeményezést, aminek az a célja, hogy leginkább a fiatalabb értelmiségi rétege, tehát akikben még van esély a változások elindítására, leginkább az egyetemista, fiatal, nemrég pályakezdő embereket megcélozva, a kérdésekről már régóta szakmailag gondolkodó embereket bevonva és általuk ezt a csapatot inspirálva, elkezdjünk egy olyan dolgot, ami alapvetően három pillérben foganatosodik. Az egyik pillér ez az egyetemi eseményeknek a szervezése, ahogy Márta is említette, ez most már az ötödik egyetemi eseményünk, pont múlt héten volt Szegeden egy, ami azért volt jó, mert ez volt az első vidéki eseményünk, és május közepén lesz a Debreceni Egyetemen egy több kart megmozgató esemény. Tehát egyetemi eseményeken keresztül próbáljuk ezt a témát különböző disziplinák kontextusában megtárgyalni, és a technológia segítségével ezt rögzíteni, és a lehető legszélesebb körirányába eljuttatni. A másik pillér ennek a kezdeményezésnek az az, hogy különböző nagyobb problémaköröket definiálva, azon problémakörrel foglalatoskodó szakembereket összefogva egy-egy napos workshopokat szervezünk, ahol már nem a probléma definiálása, hanem a sokkal inkább a megoldás irányába való elmozdulás az, ami a cél. Ez ügyben már két ilyen workshop zajlott le, az egyik az adótudatosság témakörében tavaly május végén, illetve tavaly novemberben még Rancsburg Jenő professzor szakmai szervezésében a kooperációra nevelés az óvodás és általános iskolás korszakban témával zajlott egy workshop, és hogyha minden jól megy, akkor idén pedig az intézményekbe vetett bizalom témakörben kerül még megszervezésre egy. És mindezeket a tevékenységeinket pedig a digitális csatorna segítségével próbáljuk a lehető legszélesebb irányba elindítani, ezért van az, hogy minden tartalmunkat a lehető legszélesebb körben próbáljuk nyilvánossá tenni, ezt tesszük lézben a saját websájtunk segítségével, ami az értéktér.hu URL alatt található, illetve a Facebookon is van egy oldalunk, ahol pedig mindig, akik követik, természetesen kaphatnak információkat az újabb és újabb tartalmakról, eseményekről. És ez az esemény is ott lesz megtekinthető, tovább terjesztető, és nagyon bízok abban, hogy akár más hasonló karoknak ez eljutatásra kerül. Köszönöm szépen a figyelmet!